Köszöntöm a Trió TV nézőit, a Büki híreket látják, műsorunk tartalmából. A Föld napján előadások, kézműves foglalkozások, kerékpáros ügyességi verseny és faültetés Bükön. Első Bükkfürdő Csepreg félmaraton, május 26-án lehet majd futni a szomszédvárosig és vissza. Népzenei szakmai nap Bükön. Ez a mai kínálatunk, kedves nézőink, tartsanak velünk! Április 19-én rendezték meg Bükön a Föld napja programjait. Rajzpályázat eredményhirdetés, mesés előadás, kézműves foglalkozások, kerékpáros ügyességi pálya és faültetés várta az iskolásokat csütörtök délelőtt. A Büki Művelődési Ház színháztermében kezdődött el az izgalmas földnapi program április 19-én csütörtökön. A gyermekeknek csak nem egy hónappal ezelőtt hirdettek rajzpályázatot a földnapjához kapcsolódóan, ennek eredményhirdetésével vette kezdetét a változatos foglalkozásokat kínáló délelőtt. Ám még mielőtt kiderült volna, hogy kiknek az alkotásai díjazták, a gyermekek verssel, dallal készültek, amelyekkel a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozták, valamint a földnapjának történetét is megismerhették a résztvevők. A pályázatra egyébként csaknem 200 rajzot küldtek a gyermekek, de nem csak Bükkről, hanem Bőből, Gércéről és Kőszegről is érkeztek alkotások. Nagyon sok pályamunka érkezett, és nehéz volt a döntés, ezért Beával együtt úgy gondoltuk, hogy nagyon fontosnak tartjuk a mondani valót, illetve a színes megjelenítést. Nehéz volt dönteni, mert minden korosztályban nagyon-nagyon sok szép és mondani valójában gazdag rajz érkezett. Öröm volt látni azt, hogy a gyerekek jól ki tudták fejezni azt, hogy a földünk bajban van, vigyázni kell rá is, hogy hogyan kell vigyázni arra. Hány pályamű érkezett? 180 pályamű érkezett, főként alsó tagozatosok és óvodások rajzoltak. Sajnos a felsősek nem olyan mozgékonyak voltak, de az óvodások körében is nagyon szép rajzok születtek, az általános iskolás korosztályban pedig a harmadik-negyedikesek voltak azok, akik igazán megfogalmazták, hogy mi is a lényege valójában nem csak a földnapjának, hanem a környezetvédelmének. A földnapjához kapcsolódóan nem csak pályázatot hirdettek, hanem más programokat is szerveztek a gyermekeknek. Mivel várták itt az óvodásokat, iskolásokat? Elsőként egy kis rövid összefoglalóval köszöntöttük a földnapját egy verssel és egy dallal, aztán filmet Dr. Bubó segítségével néznek meg, amiben a környezet védelmére hívjuk fel a figyelmet, majd újrahasznosított anyagokból készülnek a kézműves termékek, kerékpáros ügyességi versenyen vesznek részt a gyerekek, fát ültetnek közösen, és a récementi tanösvényen sétálnak egyet, és kvíz formájában adnak számot tudásukról. A faültetés a Knei Parkban zajlott a 4. A és 4. B osztályos tanulók közreműködésével. Az esemény többes jelentőséggel bírt, hiszen nem csak a földnapjához, hanem a Bükkfürdői csapadékvíz elvezetési projekthez is kapcsolódott. Az elültetett tölggyel ugyanis a beruházásnak állítottak emléket, valamint arra hívták fel a figyelmet, hogy ez a projekt is nagyban hozzájárul a környezetünk védelméhez. A csapadékvizelvezető pályázatunk az a Területi és Településfejlesztési Operatív Programból kapott támogatást, illetve az adósságkonszolidációban részt nem vett települések számára két pályázatból. Ez több mint 400 millió forint értékű beruházás, amit a fürdőn valósítunk meg, Bükkfürdő városrészen. Azért volt rá szükség, mert tulajdonképpen vagy hiányos volt a csapadékvizelvezető infrastruktúra, vagy nagyon rossz állapotú volt már, lényegében a házak alá folyt a víz, és sokan tapasztalták, hogy főleg az ökumenikus kápolnánál szökőkuntként jött fel a víz. Ezáltal az egész városrésznek a csapadékvizelvezetését, ugye a szállodáknak a csurgalékvizeit és vizeit is el kell vezetni, és ez jelentős terhelést ad nap mint nap ennek a rendszernek, ami egyébként nem működött jól. Ezért kellett lényegében egy új rendszert kiépíteni, aminek elkezdődött a beruházása, és várhatóan ez év nyarán, tehát 2018 év nyarán megtörténik. Ezzel abban bízunk, hogy az épületek alá, illetve a vezetékek környezetébe, a föld alá nem folyik el a víz,
hanem rendesen elvezetésre kerül a lépce, mint befogadó felé a csapadékvíz, amely lehullik a Bükkfürdő városrészre. És ez a, mondhatni így is, hogy környezetvédelmi beruházás, tartalmaz olyan elemeket is, hát egy viszonylag kis összegben, ilyen 100 000 forintos nagyságrendben, ami úgynevezett ilyen szemléletformálás, illetve nyilvánosságot tartalmaz, hogy ezt a beruházást ismertessük. És ezt kapcsoltuk össze a Földnapja programsorozattal, amihez a Felsőbbik Nagypál Általános Iskola is csatlakozott, és így azt gondoltuk, hogy nem kell túl nagy feneket keríteni ennek a dolognak, de mégis egy fát ültetünk ennek az emlékére. Ezt a Klein Parkba helyeztük el, ezt az egy darab fát. Úgy gondoltuk, hogy egy szép nagy, vagy várhatóan szép nagy parkfát ültetünk, egy nagy méretűre megnövőt, egy tölgyfát ültettünk el, amely így is több mint 4 méter, tehát így csemete korában. Úgyhogy elég lassan nő a tölgyfa, de alapvetően úgy meg fogja határozni ennek a parknak a kinézetét, ahogy mondjuk a Városháza Park itt az a platán. Úgyhogy ennek az emlékére az iskolásokkal elültettük ezt a fát, ez adta az apropóját, így összekötöttük a földnapi rendezvényekkel. Amíg a negyedikesek fát ültettek, a többiek az átriumban kerékpáros akadályversenyen próbálhatták ki magukat, vagy a művelődési ház előterében újrahasznosított anyagokból készíthettek valami szép kézműves terméket. Május 26-án rendezik meg az első Bükkfürdő Cseprek félmaratont. Az esemény azonban nem csak a futók számára lesz érdekes, hiszen összekötötték a csepregi és a büki gyereknappal, így bárki találhat magának kedvére való programot. A Büki gyógyfürdő előtti parkolóból rajtolnak majd el a futók május 26-án, hogy lefussák az első ízben megszervezett Bükkfürdő Cseprek félmaratont. Az esemény egyrészt illik a gyógyhely egészségmegőrzési és egészséges életmódra nevelő törekvéseibe, másrészt személyes indítatásból jön létre. Maga a félmaraton futás, illetve a kerékpártúrák itt tavasszal nagyon nagy népszerűségnek örvendenek országszerte. Azt gondolom, hogy ez egyfajta föllángolását éli az egész országban. Ehhez szerettünk volna csatlakozni, illetve nyilván ennek van egy személyes motivációja is, hiszen én magam is többször vettem részt már ilyen futóversenyeken, magam is sportolok, és szerettük volna, hogyha ezt az érzést, ami egy ilyen táv teljesítésénél, egy ilyen versenyszervezésekor az embert áthatja, ebben minél többen tudnának osztozni, és azt gondoljuk, hogy megtaláltuk azt a jótékonysági célt, illetve célokat, amelyeket nagyon jól tud szolgálni egy ilyen rendezvény. Melyek ezek a jótékonysági célok? A célok érintik Bükk városát, illetve érintik Csepreg városát is. A büki érintettség az Együtt Ábel Egészségért Alapítvány támogatása. Itt egy kisfiú egészségének a szolgálata a cél, célja ennek az alapítványnak. Korábban is már több alkalommal tudtuk támogatni cégszinten az alapítvány munkáját. Szeretnénk most ezt még nagyobb léptékben megtenni. Csepregen pedig a helyi óvodának a támogatására fogjuk fordítani a nevezési díjából befolyt összeget. A félmaratont idén összevonták a gyermeknappal itt Bükkön, Bükkfürdőn. Hogyan kapcsolódnak össze a programok? A programok szerencsére a szervezői tímből adódóan remekül összeilleszthetők. Gyakorlatilag az egész gyereknapot egy hatalmas nagy dzsemborivá fogjuk föl tuningolni, és a félmaraton ennek a programsorozatnak csak egy pontja. Természetesen a megelőző bemelegítő programok is bele lesznek szőve a gyereknapi programokba itt Bükkön. Másrészt pedig külön a gyerekeknek futást is szervezünk, ugye ennek már van hagyománya itt Bükkön. Ezt szeretnénk egy picit megint magasabb szintre, egy nagyobb léptékre emelni, és természetesen az egész napi programot a Büki Műfáz értő kollégájának a szervezésében a futóverseny, illetve a gyermeknap összekapcsolásának a gondolata vezérli. A 21 kilométeres távra nem csak egyéni versenyzőknek lehet nevezni, hanem háromfős váltóban is, valamint egyéni 9 kilométeres távon is indulhatnak a sportkedvelők. Előnevezés a www.bükkfürdő.hu honlapon lehetséges április 30-áig, ezt követően már csak helyszíni jelentkezésre van lehetőség. Két fő helyszíne lesz a programoknak,
Egyrészt a fürdő előtti parkoló, másrészt Csepreg főtere, ahol szintén számos programmal várják majd az érdeklődőket. Hát egy összetett hétvégével készülünk Csepregen az első Bükkfürdő Csepreg félmaraton programsorozatára. Mondhatom, hiszen előző nap pénteken a szokásos gyermeknapi programokra kerül sor a városban, ahol több helyi szervezet is megmutatja tudását majd. Itt gondolok arra, hogy a Zsuzsi Fitness egy aerobik bemutatót fog tartani, illetve lesz olyan szervezet, aki kutya bemutatóval segíti majd a rendezvényt. Itt hadd említsem meg a német Babettnak a nevét, aki felvállalta ennek a kutya bemutatónak a megszervezését. Lesz óvodás aerobik bemutató, de lesz Abba Mix is, amelyet szintén az óvisok fognak majd előadni, és a büki, illetve kőszegi gyermekek, csepregi gyermekekkel kiegészülve a Fitbox csoport fog majd egy bemutatót tartani Csepregen, de lesz még lehetőség arra, hogy tombolát vásároljanak a kilátogató gyermekek és vendégek is, hisz lesz tombolasorsolás, valamint a délután, illetve az estébe nyúlóan lesznek olyan programok, amelyek zenei programokat takarnak. Rosta Géza, énekes gitáros előadó művész programja lesz, illetve az Ákom Bákom gyermekzenekar ad majd elő egy programot, illetve hát a délután folyamán a szokásos ugrálóvár, légvár várja majd a gyermekeket, illetve egyéb büfé lehetőség, illetve egyéb nyalánkságok is megtalálhatóak lesznek majd ugyanúgy a gyermeknapi forgatagon. És másnap indul három program, az egyik említett már bükkfürdői és csepregi félmaraton, valamint a Hősök napi megemlékezését ugyanezen a napon délelőtt fogjuk tartani a városban, és kint a hegyen megkóstolhatják majd a hegynek a levét azok, akik az Orbán napi gyepőtipirásra kirátogatnak, több pincét végigjárva tudnak majd kóstolni a hegy levéből, és ezen a napon adjuk át majd azt a pihenőhelyet, a felújított pihenőhelyet a Bene Kuti forrásnál, amelyet közösen újítunk fel a város polgáraival, hisz adományok jöttek össze több mint 500 000 forint értékben, és Molnár Sándor emlékhelyé fogjuk majd nyilvánítani a Bene Kuti forrás pihenőhelyét. Koncertek is színesítik a programot. Csepregen délután az Ataru Tajkó ütő együttes, majd Rácz Gergő énekes szórakoztatja a közönséget. Bükkön este pedig Majka és Curtis koncertjére várják az érdeklődőket. A rendezvény bemutató sajtótájékoztatón dr. Németh Sándor Bükk polgármestere kiemelte, ez az összetett rendezvény is jól mutatja, hogy együttműködésben dolgoznak a bükki destináció városai, intézményei, hiszen az eddig külön-külön megszervezett programokat most úgy összetudták fésülni, hogy egy színes, minden igényt kielégítő rendezvény jöjjön létre. A műsort mi is rögzítettük. Május elején láthatják majd az összeállítást. Szombat délelőtt népzene töltötte meg a Bükki Művelődési Központ színház termét. A Vas Lajos országos népzenei találkozó középdöntőjébe jutott együttesek tartottak szakmai napot. Talai Erzsébet, Pintér Anikó vagy Varga Diana neve nem ismeretlen a népzenei körökbe forgó érdeklődőknek. A Vas Lajos Népzenei Szövetség szervezte ezt a büki találkozót és szakmai napot, ahol Pintér Anikóval, mint szervezővel, Talai Erzsébettel és Varga Diánával, pedig mint zsűrivel találkozhattunk. Talai Erzsébetnek nagy büszkeség, mikor a régi tanítványaival együtt dolgozhat. Csodálatos érzés, igen, nagyon nagy büszkeség, és egy szívet melengető, megnyugodt lelki állapot, hogy ők ezt tovább viszik. Diana is ma társul hozzánk, ő lesz a másik szakmai tanácsadó. Mit tudhatunk meg a ma fellépő csoportokról? Tehát hány csoport jelezte részvételét erre a találkozóra, és kik ők? 9 produkciót fogunk ma meghallgatni. A legnagyobb részük, akik tovább jutottak a sümegi középdöntőbe. Kezdjük a Táplán Szentkereszti Citara zenekarral, lesznek fiatalok,
az itteni büki csoportok, lesznek völcseiek, a büki felnőttek, vasurányiak, ezeket tudnám felsorolni. És úgy tudom, lesz itt olyan csoport is, akik nem jutottak tovább, viszont szerettek volna eljönni erre a találkozóra. Bárkinek nyitott volt ez a mai program, az interneten, a Vasaros Népzenei Szövetség honlapján mindig nyomon lehet követni a mi rendezvényeinket. Bárki jelentkezhet, már a maira nem, de továbbiakban az országban bárhova ezekre találkozókra és szakmai napokra. Sorra folynak a középdöntők, ezen kívül nagyon fontos, és erre felhívnám a népzenekedvelők figyelmét, hogy táborunk is van, ahova korhatári megkötés nélkül jöhetnek szakmai képzésre a hallgatók. A mai felgyorsult világban, a modernizáció korában azt vizionálhatnánk, hogy nincs szükség népzenére, kevés az utánpótlás. De ha megnézzük a népzenei tehetségkutatókat, vagy akár Pintér Anikó tanítványait, láthatjuk, hogy ez nem így van. Van igény a népzenére. Ezen munkálkodik Pintér Anikó, vagy megemlíthetnénk Tanai Erzsébet egy másik tanítványát, Bognár Szilviát, aki visszatért a jubiláló Anima Sound Systembe, ötvözve a népzenét az elektronikus zenével. Én úgy érzem, hogy nem változott, tehát megvan az igény, főleg olyan helyeken, ahol egy kicsit azért inspirálva vannak a fiatalok. Én most hirtelen hát Gencset tudom mondani, Gencsapátit, ahol ugye a néptáncnak nagyon régi hagyománya van, és most már minden korosztályban, óvodástól egészen a felnőtt korig csoportok működnek. És emiatt úgy érzem, hogy a népénekre is jobban rátelelődött a figyelem. Nekem is most már 20-22 tanítványom van különböző korosztályban, tehát a népénekben. Úgyhogy ennek nagyon örülök. Azt beszéltük, hogy ennek a mai találkozónak igazából tétje már nincs. De szigorú lesz a zsűri attól függetlenül? Hát a szigorúságunk abba fog megnyilvánulni, hogy minden apró részletre felhívjuk a figyelmet. A szakmai továbbképzésen már nagyon részletesen kielemeztük az elődöntő produkcióját. Most a kijavított, vagy esetleg kicsit más előadásokat is újra megnézzük, és még adunk tanácsot, hogy még jobb legyen a sümegi középdöntőn a fellépésük. A büki híreket látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Ha lemaradtak, műsorainkat megnézhetik interneten is a www.triotvdunántúl.hu honlapon, vagy megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunántúl címen is. Viszontlátásra!